A híres híreket látják kedden este 19 órakor élőben. Jó estét kívánok! A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. Kigördült az 1 milliómodik autó a kecskeméti Mercedes-Benz gyár kapuján. Lopott teherautóval szágódottak bele egy kecskeméti automosó pénzváltójába tegnap hajnalban. Megyei lépcsőfutó bajnokságot tartott a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Kigördült az 1 milliómodik autó a kecskeméti Mercedes-Benz gyár kapuján. A gyár 6,5 év alatt érte el ezt az eredményt. A kezdetekhez képest mára szinte duplájára nőtt a termelés volumene, és a jövőben további növekedés várható. 2012-ben indult meg Kecskeméten a tényleges termelés a Mercedes-Benz gyárban. Azóta több mint 700 ezer CLA, több mint 270 ezer B-osztályú és közel 20 ezer a A-osztályú jármű gurult le a gyártósorokról. A vásárlók nem csak a típust, de a színt is keresik. A legtöbb autó nálunk is fehér, szürke és fekete színben készül, a tradicionális Mercedes színekben, és hát a világ összes országába szállítunk, legfontosabb piacaink nekünk is ugyanúgy, mint a többi Mercedes gyárnak, azért Németország, az USA és Kína. Az 1 milliómodik autó azonban Olaszországba egy olajfa liget tulajdonosához kerül, így főleg Toszkána útjait fogja járni. Az első 500 ezer Mercedes 4 év alatt készült el Kecskeméten, az újabb 500 000 pedig közel 2,5 év alatt. Az 1 millió legyártott autó világviszonylatban is nagy szám, a jövőben pedig még több Mercedes gurulhat majd ki a gyárkapukon. A meglévő gyár közel 200 ezer autót termel évente, ez már a teljes kapacitása azért, itt már nem nagyon lehet bővíteni, és hát az új gyár is szépen folyamatosan fog majd felfejlődni a piaci igényeknek megfelelően. A Kecskeméten gyártott Shooting Brake 2018-ban Németországban elnyerte a GD Power minőségdíját, ami azt jelenti, hogy a német vásárlók hosszú távon legmegbízhatóbb középkategóriás autónak ítélték a járművet. Ezzel a díj történetében először fordult elő, hogy egy Magyarországon gyártott személyautót minősítettek tartósan legmegbízhatóbbnak a német vásárlók. Lopott teherautóval szágódott bele egy kecskeméti automosó pénzváltójába egy férfi tegnap hajnalban. Ezután, mint aki jól végezte dolgát, magához vette a berendezésben elhelyezett pénzkazettát és elhagyta a helyszínt, a kamerákkal nem számolt, így a rendőrök nem sokkal később elfogták. Tisztán látszódik a biztonsági kamerák felvételein, hogyan igyekszik pluszbevételhez jutni egy magát agyafurtnak gondoló férfi egy kecskeméti automosó pénzváltó automatájánál. Lopott teherautóval szágódott bele a berendezésbe, azt megrongálva, magához vette a benne lévő pénzkazettát, majd olajra lépett. A történteket a tegnap reggel munkába érkező alkalmazott észlelte. Az automosó tulajdonosa bejelentést tett a rendőrségen, az elkövető azonban a térfigyelő és biztonsági kamerákkal feltehetően nem számolt. A rendőrök a felvételek segítségével eljutottak az autó tulajdonosához, aki elmondta, hogy a járművét az egyik alkalmazottja, a cég 27 éves biztonsági őre még az éjjel engedély nélkül elvitte, és azóta az autó nem került elő. Az adatgyűjtés során pedig az is kiderült, hogy a kocsit hajnalban a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfi egy üzemanyag töltő állomáson megtankolta, majd fizetés nélkül távozott. A Kecskeméti Rendőrkapitányság forró nyomon üldöző csoportjának munkatársai széles körű kutatást végeztek a kecskeméti férfi megtalálása érdekében, így tegnap délután végül Lajos Mizsén elfogták. A jármű Méntelek külterületén egy elhagyatott részen került elő. J. Norbertet jármű önkényes elvétele büntet és lopás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták a kecskeméti nyomozók, majd őrizetbe vételét követően előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Mint megtudtuk, nem ez az első eset, hogy megpróbálják eltulajdonítani az automatában levő pénzt. Az üggyel kapcsolatban megkerestük az automosó bérlőjét, aki az egyeztetett interjú ellenére végül visszavonta nyilatkozatát. Megyei lépcsőfutó bajnokságot tartott ma Kecskeméten a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tűzoltóknak nem volt könnyű dolguk, ugyanis 9 emeletet kellett teljesíteniük teljes felszerelésben légzőkészülékkel együtt. Tehát a látásuk is ugye azért korlátozva van, nem látnak ilyen jól, mint te.
Az éles helyzet nehézségeit sorolta Kovács Andrea főhadnagy, a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A megyei lépcsőfutó versenyen a tűzoltók 9 emeletet kellett teljesíteniük, de még így is nagyon nehéz volt a dolguk. A tűzoltóknak összesen 30 kilót kellett felcipeljenek a malom központ tetejére. Ez a súly egy kabátból, egy nadrágból, egy védőcsizmából, egy sisakból és egy acélpalackos légzőkészülékből tevődik össze. A kollégáim mindig tapasztalt tűzoltókból állnak, ezáltal nekik a rutinjuk már ott van, és pont azért is vannak itt mögöttem, lehet látni a kamerában, hogy a kollégák készülnek elő a következő versenyszámhoz. Ennek egy nagyon fontos szerepe van számukra. Fölmérjék mind a fiatalok, mind pedig az idősebbek azt, hogy mennyire jó az állóképességük, mennyire gyorsan tudnak esetleg egy problémát leküzdeni. Ez maguknak egy belső feladat, egy kihívás, melynek ez egy nagyon jó megmérettetése. Ez a verseny egy valós helyzetet szimulált, amikor a tűzoltóknak egy többszintes épületben kell felhatolniuk, és emberi életeket kell menteniük, miközben tüzet is oltanak. Gyakorlatilag ugyanezek a körülmények vannak, ugyanez a védőruha van rajtuk, sőt, akkor még tömlőt vagy osztót kell a kezükben vinni, és ugye egy tűzesetnél az a nehezítő körülmény, hogy ugye nem lehet fényt kapcsolni, mert ugye áramtalanítás van, valamint füsttel telítődtek a helyiségek, és ugye itt jelen helyzetben ugye a lift használata nem megengedett. A malom tetején már várták a tűzoltók a versenyzőket, és gyorsan segítettek nekik levegőhöz jutni. A 9 szint megtételen nagyon nehéz volt, körülbelül 2 perc alatt tették meg az emeleteket a tűzoltók. Negyedszerre csatlakozik Hetény Egyháza a tápláló szeretet programhoz, amelyet a Nógrádi Napraforgó Egyesület indított útjára 10 évvel ezelőtt. A jótékonysági kezdeményezés lényege, hogy nyugdíjasok ajándékoznak meg nagycsaládosokat mindenféle kertben termett finomsággal. Az idén elkészült közel 800 befőttet ma adták át ünnepélyes keretek között a Kincs Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesületének. Gyertyalánggal és műsorral viszonozták ma a gyerekek a nyugdíjasok hosszú hónapokon át tartó munkáját a Naplemente Idősek Klubja székházában. A tápláló szeretett program keretén belül idén közel 800 befőttet készítettek el a klub tagjai, valamint a kezdeményezéshez csatlakozó kecskeméti klubok a nagycsaládosok részére. A gazdasági válság idején indítottuk el a programot a családoknak, elsősorban a nagycsaládosoknak szerettünk volna segíteni. A kertjeinkben megmaradt felesleges termékeket dolgoztuk fel, befőtt, savanyúság és mindenféle finomság formájában. A Hetényegyházi Naplemente Idősek Klubja 4 éve elsőként csatlakozott a nógrádi kezdeményezéshez. Ma már az idősgondozó szolgálat összes nappali intézménye részt vesz a tápláló szeretet programban. Itt Hetényegyházán példaértékű, amit tesznek az idősek, saját konyhakertet is létesítettek, saját készítésű, saját maguk által megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket tesznek el télire, és mi pedig a nagy közös program keretében hirdettük meg a közös befőzéseket. Mák Kornél Kecskemét megyei jogú város alpolgármestere elismerően szólt a Naplemente Klub közösségéről. Ez olyan közösség, amelyik mindig aktív és mindig tesz, mindig van célja, az nem csak egy gazdag életet tud megvalósítani, de azt hiszem az életminőségre is a legjobb utat futja be és teszi meg. Molnár Pál képviselő pedig örömteli hírt közölt a tagokkal. A klub vezetősége beadott egy támogatási kérelmet a klub 25 évét bemutató könyv kiadására. Ez egy 80 ezer forintos kérés volt, és ezt a 80 ezer forintot az esélyteremtési bizottság hétfőn napon meg is szavazta. Az élelmiszeradományokat átadták a Kincs Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesületének, akik gondoskodnak a befőttek szétosztásáról. Tavaly 357 család részesült az adományokból. A családok átlagosan 5 tagúak, de vannak 10 főből álló családok is a kedvezményezettek között. Ismét elomi akciót tartanak a Lánchíd utcai sport általános iskola planetárium mögötti udvarán. Még 3 napon át reggel 7:30 és délután 4 óra között lehet leadni a helyszínen a tönkrement vagy feleslegessé vált elektromos berendezéseket. Ismét meghirdette elomi akcióját a gondoskodásból jeles szociális szövetkezet a Lánchíd utcai sport általános iskolában.
Péntekig minden reggel 7:30 és délután 4 óra között várják a kidobásra szánt elektromos és elektronikai készülékeket az iskola planetárium mögötti udvarán. Régóta kerülgetett vasalót, hajsütővasat, porszívót, klaviatúrát, de még fűnyírót is le lehet adni az autóval is megközelíthető gyűjtőponton. Az akció a Széchenyi Városi Napok programsorozatának része. Fontos üzenete, hogy a műanyag, üveg és papír hulladékon túl más hulladék típusokat is szelektíven kellene gyűjtenünk. Az e-hulladék mellett ilyenek még a lejárt gyógyszerek, amelyektől patikákban, vagy például a használt étkezési olaj, amelytől bizonyos benzinkutaknál válhatunk meg. Tegnap megérkezett Kecskemétre az az AN-124-es nehéz teherszállítógép, amely a Magyar Honvédség 4 nagyjavításon átesett harci helikopterét hozzavizta Oroszországból. A felújított gépeket hamarosan összeszerelik, és elkezdődnek a berepülések. A Honvédség lejárt üzemidejű helikoptereinek felújításáról szóló pályázat tavaly október végén zárult. A szerződést, amelynek értéke csaknem 70 millió euró, november 8-án írták alá egy orosz céggel. A dokumentum 6Mi-24P és ugyanennyi 24V típusú helikopter komplex ipari nagyjavítását, továbbá kiegészítő műszaki szolgáltatásokat tartalmaz. A harci helikopterek szerkezete, hajtóműve, illetve a hajtási lánc teljes generál javításon esik át. A szerződés alapján a gépek még legalább 7 évig használhatóak maradnak. A forgószárnyasok jelenleg a Szentgyörgyi Dezső repülőbázison vannak, de a napokban közúton szállítják tovább őket Szolnokra. A nagyjavítást végző szakemberek ott szerelik össze végleges állapotukba a helikoptereket, amelyek a műszaki átvételt követően néhány hét múlva emelkedhetnek ismét a levegőbe. 1994 óta először sikerült magyar csapatnak dobogóra kerülni a legmagasabb motoros műrepülő kategóriában a hétvégén Csehországban megrendezett 21. műrepülő Európa bajnokságon. A versenyen bemutatkozott a jakabszállási székhelyű Generation Aircraft Kft. Újonnan kifejlesztett GenPro repülőgépe, amellyel a magyar csapat legjobb összetett eredményét érte el. 24 év után ismét a legjobbak között van a magyar műrepülő csapat, miután a hétvégén Csehországban megrendezett 21. műrepülő Európa-bajnokságon Franciaország és Oroszország után a dobogó harmadik fokára állhattak fel. A bajnokságon 11 ország 35 versenyzője vett részt, köztük számos világ- és Európa-bajnok pilóta. A versenynek idén először jakabszállási vonatkozása is van, hiszen azon most először mutatkozott be egy jakabszállási székhelyű Kft., újonnan kifejlesztett GenPro repülőgépe, amellyel a magyar csapat legjobb összetett eredményét ért el. A csehországi verseny tapasztalatait felhasználva a cég bizakodva tekinthet a jövő évi franciaországi világbajnokságra, ahol remélhetőleg hasonló szép eredményt sikerül begyűjteni. A GenPro repülőgép szeptember 15-én a 3. szegedi repülőnapokon is bemutatkozik látványos légi bemutató keretében. A Nemzetgazdasági Minisztérium az Irinyi terv keretében 250 millió forinttal támogatta a Generation Aircraft Kft. Új repülőgépének sorozatgyártását jakabszállás. A GenPro érdekessége, hogy ez a világon az első acélkarbonát szerkezetű anyagból készült repülőgép. Ismét babaköszöntőt rendeztek a Széchenyi városban. A hétfő óta tartó városrészi napok programsorozat újabb állomására szerda délután 5 órakor várták a családosokat a Szent Család plébánián. A szervezők Engert Jakabné képviselő és Szőlősi Balázs a Széchenyi Városért Egyesület elnöke korábban azt gondolták, a nagy sikerű Széchenyi Városi Napok programsorozat csak úgy lehet teljes, ha az ünneplésbe bevonják a kiskorúakat is. A kisgyermekeket így minden alkalommal megajándékozzák, és szórakoztató műsorra készülnek számukra. A mai rendezvényen a Szent Család plébánia plébánosa Hatházi Róbert, valamint Engert Jakabné képviselő mondott köszöntőbeszédet, majd a Ciróka Báb Színház műsora nyűgözte le a legkisebbeket. A gyermekek kézműves foglalkozáson is részt vehettek. Különböző sütikkel, pogácsákkal várták a résztvevőket, valamint meglepetésként a jól megszokott mesekönyvvel ajándékozták meg az ünnepelteket. 25 év, 25 kilométer címmel tartott ma sajtótájékoztatót a Kecskeméti Református Általános Iskola.
Az intézmény újraindításának 25. évfordulója előtt emléktúrával szeretnének tisztelegni, amelyre az egész város lakosságát várják. A református általános iskola jubileumához kapcsolódó programsorozatokról és a 25 év 25 kilométer elnevezésű emléktúráról tartottak ma délelőtt sajtótájékoztató a református kollégium dísztermében. A 20 éves évfordulóhoz hasonlóan ez a túra is Kecskemét belterületén zajlik majd, mondta Tóth Attila, az iskola igazgatója. A 25 kilométeres gyaloglás szeptember 22-én 9 órakor kezdődik, amire várják az iskola diákjait, a szülőket, nagyszülőket, Kecskemét lakosságát, de akár turista csoportok jelentkezését is. A nevezési díjakból ez alkalommal is a Betesda gyermekkórházat támogatják, árult el Csőz Győzőné, igazgató helyettes, a program koordinátora. A nevezéseket az osztályfőnökök gyűjtik, mert a legtöbbet leadó osztály külön jutalomban részesül. A külső jelentkezők az iskolai titkárságon jelentkezhetnek a gyalogtúrára. A 25 kilométeres táv érinti a város legtöbb részét, járdákon és kerékpár utakon halad majd a csomópontokban rendőri segítséggel. 5 kilométerenként lesznek frissítő állomások és pecsétgyűjtő pontok. Az emléktúra közösségi oldalán a túrával kapcsolatos tudnivalókat, felkészülést segítő tippeket, jó tanácsokat olvashatnak az érdeklődők. És ezek voltak a mai híröshírek, mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Kigördült az 1 milliómodik autó a kecskeméti Mercedes-Benz gyár kapuján. A gyár 6,5 év alatt gyártotta le a milliómodik autót. Lopott teherautóval szágúdott bele egy kecskeméti autómosó pénzváltójába egy férfi tegnap hajnalban. Ezután magához vette a berendezésben elhelyezett pénzkazettát, de elfogták. Megyei lépcsőfutó bajnokságot tartott ma Kecskeméten a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tűzoltóknak 9 emeletet kellett teljesíteniük teljes felszerelésben, légzőkészülékkel együtt. Negyedszerre csatlakozik Hetényegyháza a Tápláló Szeretet programhoz. A jótékonysági kezdeményezés során nyugdíjasok ajándékoznak meg nagycsaládosokat kertben termett finomságokkal. Ez volt a híradó, a hírórát hamarosan a kiemelővel folytatjuk, amelyben ma vendégünkkel, Ludwig Orsolyával, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár kommunikációs igazgatójával beszélget kollégánk, és mi másról, mint az 1 milliómodik legördülő autóról lesz szó, és természetesen a gyár jelenéről és jövőjéről. Aztán szólunk arról is, hogy miért érdemes gyermekünket gondos tervezés mellett felkészíteni az életre, és azt is elmondjuk, hogy miért érdemes a kecskeméti kispiacokon szétnézni. Ha lemaradtak a híreinkről, akkor azokat újra tudják olvasni a hírportálunkon, a címhíres.hu, vagy a híradót újra tudják nézni az ismétléskor 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor. Friss híres hírekkel holnap este a szokott időpontban 7 órakor kezdjük a hírórát, tartsanak velünk akkor is, most további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Szerdán már kevesebb fátyó felhő lesz felettünk, túlnyomóan napos időre készülhetünk. Csapadék nem várható. Gyenge változó irányú lesz a légmozgás, hajnalban 9-16, délután 28 fokot mérhetünk. Csütörtökön nyárias meleg idő ígérkezik 30 fokos csúcshőmérséklettel, csapadék nem valószínű, gyenge, néhol mérsékelt lesz a déli este forduló szél. Pénteken marad a meleg sok napsütéssel, a délután folyamán azonban egy legyengülő hidegfront érheti el az északnyugati tájakat. Hatására elszórt záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és kissé megélénkülhet az északnyugati szél. Napközben 30 fok valószínű.
105 éve, 1913. szeptember 11-én hunyt el Pachinger Alajos, piarista tanár, zoológus. Selmec bányán született 1846-ban. Tanulmányait szülővárosában, Vácott, Kecskeméten és Kolozsvárot folytatta. A teológiát Pozsony-Szentgyörgyön fejezte be. 1870-ben szentelték áldozópappá. Ezt követően a rend gimnáziumaiban, többek között Nagybecskereken, Vácott, Trencsénben és Nyitrán tanított. Podolinban az igazgatói feladatot is ellátta. Valamennyi működési helyén felszerelte az iskolák természetrajzi, kémiai szertárát. Állattani irodalmunkat saját kutatáson és boncoláson alapuló megfigyelések leírásával gyarapította. Jelentősek voltak növénytani kutatásai is, melyekkel a közjót szolgálta. És ez továbbra is a Híróra, benne már a kiemelővel. Jó estét kívánok! Gyorsan összefoglalom a mai tartalmat is. Magazinunk vendége lesz Ludwig Orsolya, a Kecskeméti Mercedes-Benz gyár kommunikációs vezetője, aki elárulja, hogy ki az a szerencsés, aki az egymilliómodik kecskeméti Mercedes-t vezetheti, és arról is beszél, hogy melyik a világ legtávolabbi pontja, ahova a kecskeméti autók eljutottak. Megmutatjuk azt is, hogy hogyan érdemes gyermekünket gondos tervezés mellett felkészíteni az életre, és elmondjuk, hogy miért érdemes a kecskeméti kispiacokon szétnézni. Már is kezdünk. Ősztől új naptári rend szerint folytatódnak a közkedvelt vásárok a Széchenyi városi kispiacon. Ilyen például a Babamama ruhabőrze vagy a híres cipővásár. Nem csak ebben a városrészben válogathatunk, azonban a boltok falain kívül. Több százféle termékkel várják az érdeklődőket a Széchenyi városi kispiacon hétről hétre. Stábunk a helyszínen járt, ahol zöldségek és gyümölcsök, de még csillogó-villogó ékszerek közül is válogathattunk. A mai nap azonban általánosságban a háztartási cikk és műanyag vásáré. Főleg konyhai eszközöket forgalmazunk, a csepegtetőktől kezdve a fiókba való kanálvilla tartóktól, a merőkanalaktól kezdve az mindenféle tésztaszűrő, kanalak, villák, műanyageszközök, tehát serpenyők. Ez mind-mind megtalálható ennél az árusnál. Egyfajta vásárt minden héten három alkalommal tartanak, mégpedig kedden és pénteken 6 és 17, szombaton pedig 6 és 12 óra között. A hónap első és harmadik szombatja a közkedvelt cipővásáré, a második és negyedik szombat pedig a Babamama ruhabőrzéjé lesz. A vásárok közkedveltek, de a termékeket illetően kissé megoszlanak a vélemények. Van, amelyik jobb, de drágább is. Hát van, amelyik, ugye már, ha lejárja a szezonja, akkor már persze, hogy már nem annyira. Nem csak a Széchenyi városban válogathatunk azonban üzleteken kívül. A Hunyadi városi kispiacon ízletes gyümölcsöket, szilvát, barackot, szőlőt, málnát és akár az ebédhez szükséges zöldségeket is beszerezhetjük. Milyen a forgalom? Hát a forgalom az nagyon változó. Igazából valamikor kevesebb, valamikor többen jönnek. Tehát ezt nem is tudjuk talán behatárolni, hogy mi alapján, hogy esetleg hónap vége vagy hónap eleje, mert annyira már olyan sokat figyeltük, hogy mégis mi alapján van ez, de nem, konkrétan nem tudjuk. Azt is megtudtuk, hogy itt egy héten többször is találkozhatunk Máriával, a város egyik legkedvesebb eladóhölgyével. A vásárlók viszont nem csupán emiatt járnak szívesen a piacra. Nagyon szép a termék, nagyon szép, friss a termék, tehát én azért szeretek ide járni, és nagyon régóta itt vásárolok. A Petőfi Sándor utcai kispiacon dél környékén már csak egyetlen hölgy árult a termékeit.
Hozzátette, hogy hétvégenként azért sokkal többen csatlakoznak hozzá, és azt is elmesélte stábunknak, melyek azok az okok, amik miatt szívesen árul itt, még ha nem is annyira jövedelmező. Szeretem a friss árut, és azért hozom ide ki. Meg hát szabad időt itt eltöltöm, nagyon szeretek itt lenni. Sok ember van, ismerősök, minden. Ilona szerint a rohanó világ tehet arról, hogy manapság kevesebben fordulnak meg a vásárokon, hiszen a nagyobb áruházakban megvehetik az összes szükséges árucikket egy helyen. Az azonban mindenképpen elmondható, hogy ha minőségi, helyi termelőktől származó terményeket szeretnénk jutni kedvezőbb áron, bátran kereshetjük a kis piacok eladóit. Következő percekben egy rögzített beszélgetés következik. Legurult az egymilliomodik Mercedes, erről szóltunk már a mai híradóban is. A Mercedes-Benz jár kommunikációs vezetőjével kolléganőm beszélgetett ma délután. Köszöntöm Önöket! A nap vendégem a Ludwig Orsolya, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár kommunikációs igazgatója, akivel annak kapcsán beszélgetek, hogy legördült az egymilliomodik autó a kecskeméti Mercedes gyártó soráról. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét. Induljunk ki az alaphírből, hogy az egymilliomodik autó gördült le a gyártó sorról. Hogyan lehet értékelni ezt a teljesítményt? Mennyi idő alatt értékel? 2012 tavaszán kezdődött a termelés a kecskeméti gyárban, tehát 6,5 év alatt jutottunk el az 1 milliós számhoz. Folyamatos fejlesztések és fejlődés volt a gyárban, mind teljesítményben is, tehát még az egy műszakból ugye eljutottunk a 3 műszakos termelésig, technológia is fejlődött, tehát nyilván egyre gyorsabban haladtunk az 1 milliós szám felé, amit nem régiben néhány nappal ezelőtt értünk el. Az egymilliomodik autó egyébként egy új A-osztály lett, ugye nem régiben váltotta fel a nyugdíjba vonult B-osztályunkat ez az új generációs A-osztály. Egymilliomodik autó is egy hófehér, gyönyörű 180-as AMG Line autó, amelyik Olaszországba indult, már el is indult, Toszkánában találja majd meg új gazdáját. Borzasztó romantikus, tehát szinte hihetetlen, de egy olajligetbe fog kerülni, tehát igazából irigyeljük az autót. Egyébként hova szállítanak még autót? Most már a Toszkán példát említette, de a világ mely részeire, mennyire messze kerülnek innen autók Kecskemétről? A világ minden tájára szállítunk, ennek az is oka, hogy van egy olyan típus, amit kizárólag mi gyártunk, hogy ez a CLA, illetve ennek a Shooting Brake verziója, és hát mindenhova, a legmesszebb Ausztráliába, a leghosszabb utat az autóink Vietnámba teszik meg, oda 158 nap alatt érnek el, ez borzasztó hosszú út, de még onnan is kérnek magyar Mercedeseket, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre. Hoztak is egy szemléletes példát, hogyha ezt az egymillió autót egymás mellé tesszük. Akkor gyakorlatilag kétszer ki lehetne rakni a Kecskemét-Stuttgart távolságot, ugye Stuttgart a Daimler németországi központja, számunkra pedig a kecskeméti gyára az életünk középpontja, úgyhogy elég sok ez az egymillió autó. Itt az egymilliomodik autó gyártásával gyakorlatilag egyidejűleg egy magas szakmai elismerést is kapott. Tulajdonképpen a kecskeméti gyár. Erről a rangos szakmai elismerésről beszéljen egy kicsit. Valóban ez a kecskeméti gyári lehet, hiszen a CLA, amit az imént említettem, hogy csak mi gyártunk az egész világra, ezt kapott egy nívós díjat, mégpedig a J.D. Power kutató cégnek a németországi, igen kritikus piacon elért eredményére kaptuk. Ez azt jelenti, hogy ezen a piacon vásárlói visszajelzések alapján hosszú távú megbízhatósági és minőségi szempontból a CLA-t találták középkategóriában a legjobbnak. Hihetetlen eredmény, tehát egy magyar merci most a németek szerint a legmegbízhatóbb. Szerintem nagyszerű. Az eredmények nyilvánvaló, hogy hát a Mercedesnek magának köszönhetőek, és azt gondolom, hogy a támogató légkör, a kecskeméti támogató légkör is hozzájárul ehhez. Hogyan találta meg a Mercedes itt a helyét a városban? Milyen példákat tud arra hozni, hogy itt a kecskeméti Mercedes valóban otthonra talált, és a kecskemétiek életében részt vesz, aktívan szerepet vállal?
Én úgy gondolom, bár nyilván a német kollégáim ebben még egy fokkal hitelesebbek lennének, hogy Kecskemét nagyon barátságosan fogadta a Mercedest, és nagy örömmel, és valóban otthont kínált neki, és ezt az otthont meg is találta itt a gyár. Nagyon jó az együttműködés a helyi szervezetekkel, nyilván a város vezetésével is. Rengeteg témában tudunk együttműködni. Sport példát hozzak, például a Kosárlabda Akadémia, ami most már a gyár nevét is viseli egy ideje, és nagyon sikeresen haladnak, az együttműködésünk is nagyon jó. Szociális témában esetleg kiemelném azt a tűzifából készült karácsonyfát, amit tavaly a gyár előtt állítottunk. Ezt is a környékbeli rászoruló családoknak juttattuk el, de egyéb szociális témákban is jelen vagyunk, és nem akarok spoilerezni, de idén is lesz egy ilyen karácsonyfa. Illetve hát azt megemlíteném, ha már itt egy jubilális autóról beszélünk, az egymilliómodikról, hogy az előtte egyel megjelent ilyen kiemelt autónk, ugye az első A-osztály, ami legördült a sorról, az pedig egy kecskeméti szervezet, az Együtt a Kecskeméti Családokért alapítvány kapta meg, és ők járják Kecskemét utcáit, illetve a környékbeli településeket, tanyákat, hogy a családoknak tudjanak segíteni. És a legnagyobb bizonyíték arra, hogy megtalálta a helyét a Mercedes Kecskeméten, hogy a gyárbővítés előkészületei már folyamatban vannak a területen. Mit kell tudni, mit lehet tudni az új gyárról, hogy fog majd kinézni, milyen technológiát alkalmaznak? Valóban ez a legnagyobb elismerés egyébként Kecskemétnek és a magyar munkavállalóknak, hogy egy ilyen fontos döntést meghozott a Daimler. Ez egyrészt magát a kapacitást is jelenti, hogy itt még egy gyáregységet racionálisnak találtak. De az a döntés is borzasztó fontos, hogy ez az új gyár lesz a legmodernebb az egész Daimler világban. Tehát itt készül az első teljesen flexibilis gyár, ami azt jelenti, hogy az ottani gyártósoron bármilyen Mercedes személygépjárművet fogunk tudni gyártani, akár első, akár hátsó kerékhajtásút, bármilyen platformot, bármilyen meghajtást, akár majd elektromos autókat is természetesen. Tehát ez egy fantasztikus lehetőség a kollégáknak is, meg az országnak is, hogy egy ilyen technológia érkezik ide, hiszen azzal, hogy ebben az új gyáregységben egy újabb 2500-3000 kollégára szükségünk lesz, ez azt jelenti, hogy ők egy teljesen új technológiát is fognak alkalmazni, megtanulni. Meglévő kollégáinknak fantasztikus fejlődési lehetőség, karrier lehetőség is, hiszen ott is szükségünk van csoportvezetőkre, művezetőkre, egyéb vezetőkre, illetve hát a meglévő gyár, ami szintén jelen pillanatban kiemelkedik azzal a Daimler világban, hogy a karosszéria üzeme, a legmodernebb karosszéria üzeme az egész világon, ott is nagyon sok lehetőség fog nyílni, hiszen nyilván néhány kollégánk átkerül a másik üzembe, ezért aztán itt meg nyílnak majd lehetőségek. Úgyhogy egy borzasztó izgalmas időszakban vagyunk a gyárunk életében, és én azt gondolom, hogy Kecskemét életében is ezzel együtt. És hát egy fantasztikus elismerés a meglévő kollégáknak, meg a korábbi kollégáknak, minden egyes résztvevőnek, aki az egész projektben részt vett, tehát így a városnak is, hogy ez a második gyár itt épülhet és így épülhet. Munkára toborzás mikor indul, és várhatóan honnan érkezhet munkaerő? Van-e probléma, nehézség ezzel kapcsolatban? Van-e elegendő szakképzett munkaerő itt Kecskeméten, illetve környékén? Most is zajlik toborzás, hiszen valamilyen mértékű fluktuáció nyilvánvalóan van, tehát érdemes figyelni a nálunk nyíló lehetőségeket. Elsősorban nyilván a termelésben, de az adminisztratív területeken is. Az új gyárnak a beindításához egy picit később indul a nagyobb mértékű toborzás, viszont képzésekkel, ilyesmivel már most is készülünk. Hamarosan átadjuk az új Mercedes-Benz Akadémiát, ahol a szakmunkás tanulóink, a duális tanulóink, illetve meglévő és új kollégák is kapják majd a képzéseket. Ez szintén egy fantasztikus dolog, hogy erre lehetőséget kaptunk, egy kiemelkedő méretében és minőségében is kiemelkedő képzési központ jön itt létre, közvetlenül a gyár mellett. Az új gyár megépítése időben hogyan zajlik? Milyen folyamatok zajlanak most, és mikorra készül el? Ugye már zajlik az építkezés, a
június 5-én volt az alapkőletétel, de igazából már akkor is állt néhány oszlop a festőüzemből. Ez az első épület, ami el fog készülni, mert ez már a meglévő gyárnak is fog segíteni termeléssel, és már a földmunkák zajlanak az egyéb épületekhez is, és hamarosan kezdődik a présüzem, karosszériaüzem és összeszerelőüzem építése. A tervek szerint 20 végére gyakorlatilag áll a gyár, onnantól már tesztek zajlanak, és 21 elején pedig indul a termelés. Ludwig Orsolya, nagyon köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy hasonló jó hírekről számolhatunk be még sokszor. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen. Nem lehet elég korán kezdeni a diákok és a szülők tájékoztatását a pályaválasztással kapcsolatban. Ma délután a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a 8-osok szüleinek tartott értekezletet és tanácsadó előadást. Alig kezdődött el a tanév, hamarosan mégis komoly döntést kell hozniuk a 8. évfolyamos diákoknak. Az őszi fél év jegyei pedig sokat jelentenek a továbbtanulásnál. Körülbelül egy éve már tudom, hogy mi szeretnék lenni, és igazából maximálisan én döntöttem el. Anyukám úgy nem szólt bele, meg a szüleim se, mert hát rám bízzák ezt a döntést, mert végül is az én jövőmről van szó, és maximálisan támogatnak ebben a döntésemben. Igazából mechatronikus mérnök szeretnék lenni, és úgy nagyon szeretem a járműveket, gépeket szerelni. Igazából nagyon érdekel működésük. Maja és Ádám olyan 8-osok, akik már tudják, mivel szeretnének foglalkozni a jövőben. Igaz, ez nem könnyű döntés egy 14 éves gyerek számára. A gyerekek még 13-14 éves korukban nagyon keveset tudnak a pályaválasztásról, illetve keveset tudnak arról, hogy milyen szakma, illetve milyen életpályamodell lenne számukra megfelelő, és próbálunk ezen segíteni osztályfőnöki órákon, az önismeretet tanítani nekik, megpróbáljuk feltérképezni az erősségeiket, gyengeségeiket. Azt, hogy mivel szeretnének foglalkozni, még csak a diákok fele döntötte el. Azt, hogy hogyan akarják elérni, pedig még kevesebben. Mindenképpen szakgimnáziumba szeretnénk menni, hogy legyen egy szakmám is, és egy érettségim. Szakmában is már elég jól tudom, hogy mit szeretnék. Kozmetikusnak szeretnék menni. A fiúk között elsősorban az autószereléssel és gépgyártással, a lányoknál az idegenforgalommal kapcsolatos szakmák népszerűek, és fontosnak tartják az idegen nyelvet, mondta Berkes Edin, a 8-os osztályfőnök. A gyerekek mellett a szülőknek is el kell a segítség, hiszen sokaknak első gyerekek készül a továbbtanulásra. Itt szakember segíti ezt a döntési folyamatot számukra. Elmondja, hogy milyen iskolatípusokba jelentkezhetnek a gyerekek. Tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen a jelentkezési eljárás, mi az eljárás menete, milyen lehetőségei vannak például egy olyan szülőnek, akinek SN is vagy BTMN-es gyermeke van. Éppen ezért szervezett ma délután a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a Bács-Kiskun megyei pedagógiai szakszolgálattal közösen egy tanévelei szülői értekezletet a 8-os diákok szüleinek. Az értekezleten a pedagógiai szakszolgálat egy munkatársa tartott pályaválasztási és továbbtanulási előadást. Ezeken a foglalkozásokon, nyílt napokon kívül mi folyamatosan elvisszük őket üzemlátogatásra, nagyon sok helyre járnak a gyerekeink, hogy lássák, hogy milyen a munkavilága, és ismerkedjenek vele, és nyilván azért, hogy megfelelő döntést hozzanak. A híróra ezen szakaszában minden kedden a múltba tekintünk vissza, így teszünk most is, az Annó magazinunk következik. Thank you.
A Dés László, Bereményi Géza szerzőpáros által jegyzett Férfi és Nő című produkciót az elmúlt években mindenhol teltház előtt játszották. Így volt ez 10 évvel ezelőtt Kecskeméten is. A Messzi István sportcsarnokban megtartott nagy sikerű koncertről a Kecskeméti Televízió is beszámolt. Kedves nézőink, a következő percekben ezt az összeállításunkat ismételjük meg. Kossuth díjas művészek léptek színpadra szombaton este Kecskeméten a Messzi István sportcsarnokban. A Férfi és Nő című koncerten nem kisebb nevek szerepeltek, mint Básti Juli, Udvaros Dorottya, Cserhalmi György, illetve Kulka János. A produkció Dés László és Bereményi Géza nevével filmjelzett, amit már magában is sikerként lehet elkönyvelni. A téma persze örökérvényű, a nők és férfiak közötti állandó feszültségről, illetve vonzódásról szól. Lássuk, hogyan ítélik meg az örökérvényű problémakört a művészek. A szerelem az megváltoztat minden, a megvakult semmisége inget, és ragyognak a pák, s az andrási kút. Férfiaknak és nőknek szól ez, és arról szól, ami férfi és nő között megtörténhet. Hát vagyis mindenről próbál szólni. Azokról az emberekről szól, akik képesek még a szenvedélyre, és képesek arra, hogy nagyon nagy erővel vonzódjanak egymáshoz. 6 Kossuth díjas művészt látunk a színpadon, önnel együtt ugye 7-et. Kell ez manapság a sikerhez? Nem hiszem. Hát most, hogy itt a tévében beszélünk róla, most sokan megtudják, de én úgy gondolom, hogy a nézők 99%-a erről nem tud, ennek nincs szerepe a dologban. Tehát nem húzó erő a név? De a név, a színészek neve húzó erő. Hogyne, hát ez a 4 nagyszerű színész, ezek már többször bizonyították a nézőknek, hogy milyen képességeik vannak, és most, hogy énekes szerepben, énekesként lépnek fel, hát gondolom az vonzza a nézőket, de hát ők sem ezzel törődtek eleinte, mikor összeállítottuk ezt a műsort, hanem mindenki azzal foglalkozott, hogy valami jót kéne csinálni, és azzal kezdődött az egész tulajdonképpen, hogy ennek a 4 színésznek nagyon nagy kedve volt énekelni. Engem is nyúztak azért, hogy írjak dalszövegeket nekik, és a Dést is ostromolták, a Dés Lászlót, a zeneszerzőt, és akkor beadtuk a derekunkat. Tehát ez belőlük indult ki, az ő nagy énekkedvükből tulajdonképpen. Mennyire személyre szabottak a szövegek? Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert igenis, meg nem is. Tehát a minden egyes alkalommal, mikor a Dés László a zenét szerezte, és én a szöveget írtam, akkor mindig tudtuk, hogy melyik színészre írjuk. Tehát óhatatlanul az ő alkatához szólnak. Básti Julinak egészen más az alkata, mint Udvaros Dorottyáé. És a Básti Julinak az ember más dalszöveget ír, mint az Udvaros Dorottyának. Más a lírája is, akár lírikus, vagy akár szenvedélyesebb számról van szó, másképp szól az a szöveg, más szavak illenek Básti Julihoz, Udvaros Dorottya az. De hát arról nem beszélve, hogy egyébként ők mindent el tudnak énekelni, és meg tudnak csinálni. De ez megdöbbentő volt, hogy ezek milyen nagy színészek, szóval engem most megint meglepett. Mennyire kapott helyet a színészi játék ebben a koncert turnéban?
Hát ez óhatatlanul, bár a színész másképp létezik a színpadon, ha énekel, mint hogyha prózai szerepet mond, de óhatatlanul színészi játék is van benne, vannak valóságos kis jelenetek, és mindegyik kis dráma, vagy egy kis novella mindegyik dal. Új számok szerepelnek ebben a repertoárban, hiszen egy 20 évvel ezelőtti lemez számokról van szó. Igen, mind a négy színész kapott új számokat, és ezzel van feldúsítva és gazdagítva a műsor, de hát a régiek közül is a legjavát választottuk ki. Melyik az ön kedvenc száma? Hát ez minden alkalommal más. Ma éppen, akkor hallottam, itt a Cserhalmi György énekel a Hosszú menet című szám, az most én otthon a fürdőkádban szoktam énekelni mindig. És miért pont ezt? Nem tudom, erre nincs válasz. Majdnem a közhelyességig szólnak ezek a dalok azokról a problémákról, amikkel mindannyian szembesülünk, hogyha akár akkor, hogyha párkapcsolatban élünk, akár ha magunkban, vagy akár arra gondolunk, hogy hogyan éltünk, vagy arra gondolkozunk, hogy hogyan élhetnénk. De nagyon tényleg arra Bereményi a garancia, hogy nagyon élő szövegek ezek, tehát mentesek mindenféle megszokott fordulattól, vagy közhelyektől. Nagyon szeretem a szövegeit, tényleg nagyon. És melyik a kedvenc szám? A kedvenc dalom az Ez a hely című dal, aminek speciál nem is a Bereményi a szövegírója, hanem Nemes István, és az még az én első és egyelőre utolsó lemezemre készült, hogy íródott 94-ben, de is írta a zenét és a Nemes István a szövegét, és valahogy az a dal, hogy olyan sokszor énekeltem, és annyi helyen, és olyan érvényes, vagy olyan mindörökre szóló, nagyon szeretem. Mennyiben jelent mások kihívást egy koncert, mint egy színházi előadás? Nekem feltétlenül, de a kihívást azt kikerülném, mert ott szívesen vagyok. Tehát, hogyha csak a kocs mellé kéne kimenni, akkor az rendben van 2 perc alatt, vagy nekem van végem, vagy másnak. De ez nem, azért ez egy komolyabb műfaj, mint a kihívás. Mi nem vagyunk bankárok, kihívás, mit tudom én, havi 5 millióért, és akkor azt mondja, hogy na hát az egy kihívás. Nem, ez más, ez egy... Az ember elég magányos benne, hiába van zene, meg sok minden együtt, mert én például nem vagyok ennek a műfajnak a mindennapi gyakorlója. Hát én itt vendégeskedem, és hát még soha nem tudtam rendesen megvetni ebben a lábam, hogy úgy mondjam. Hát bennem belül nagyon sok a bizonytalanság, de hát azért vannak ők, hogy ezen átsegítsen. És akkor mitől szereti? Hát ezek a zenék csodások. A Géza szövegeit az gyerekkoromtól szeretem, tehát egészen fiatal koromtól, még a Cseh Tamás időkből. Ez már elég ok. Akkor itt vannak olyan partnerek, hogy nem minden nap találkozik az ember. Se a nézőtérről, hogyha nézek valamit, hát a színpadon pedig soha nem voltunk 4-en egyszerre együtt. Szóval sok jó van ebben. Izgalom előtte? Hát az első... Igen, most már elkezdődött valami kis tremoló, és szerintem ez úgy lesz, hogy az első szám közepéig meg, és akkor utána majd kioldódik.
A keddi híróra hamarosan a végéhez ér, de előtte még összefoglaljuk a mai hírös hírek legfontosabb témáit egy percben. Következik az Esti Gyors. Kigördült az 1 milliómodik autó a kecskeméti Mercedes-Benz gyár kapuján. A gyár 6,5 év alatt gyártotta le a milliómodik autót. Lopott teherautóval szágúdott bele egy kecskeméti autómosó pénzváltójába egy férfi tegnap hajnalban. Ezután magához vette a berendezésben elhelyezett pénzkazettát, de elfogták. Megyei lépcsőfutó bajnokságot tartott ma Kecskeméten a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tűzoltóknak 9 emeletet kellett teljesíteniük teljes felszerelésben, légzőkészülékkel együtt. Negyedszerre csatlakozik Hetényegyháza a Tápláló Szeretet programhoz. A jótékonysági kezdeményezés során nyugdíjasok ajándékoznak meg nagycsaládosokat kertben termett finomságokkal. Ismét ellomi akciót tartanak a Lánchíd utcai általános iskolában. Még 3 napon át reggel 7:30 és délután 4 óra között lehet leadni a helyszínen a tönkrement vagy feleslegessé vált elektromos berendezéseket. A hírórát látták, legközelebb holnap várjuk Önöket este 7-től 8 óráig a híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval. Nézzenek minket holnap este is, 7 órakor kezdünk a híres hírekkel. Most megköszönöm az egész esti figyelmet, viszontlátásra!